Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, egy rendkívüli péntek esti stream, már azért rendkívüli, mert péntek este nem szokott stream lenni. De most itt vagyok, ugyanis a héten elmaradt egy, már mondhatnám, hogy a szokásos elmaradás, de nem mindegy. Úgyhogy itt vagyok, és megnézünk egy új játékot, ami annyira új, hogy hétfő jelent meg, ez pedig a Humanity, mindjárt mutatom, bár itt mögöttem már látjátok is. Felkeltette az érdeklődésem, úgyhogy megnézzük. Ki tudja, még akár jó is lehet. Segít Adri, meg Kurt. Hello, hello, szia, üdvözöllek. Milyen volt a hetem? Hát munkával telt, nem eredménytelenül, de... na mindegy. Vannak olyan hetek, amikor úgy az ember csinálgatja, halad is, meg nem is, meg olyan... Na mindegy. Hát mindegy. A lényeg, hogy itt vagyok, és játszunk egy kicsit. Na, nézzük is meg. Ugye itt van. Ahogy mondtam, hétfőn jelent meg ez a játék, és annyit kell róla tudni. Vagy legalábbis én annyit tudok róla, hogy a PlayStation Plus katalógusnak a része. Úgyhogy részben ezért is játszunk vele. Nem, amúgy is megnéztem volna. Jó, tehát hogyha van PS Plus előfizetésetek, akkor érdemes megnézni. Na, pillancsunk rá. Ha hangos vagy halk, akkor szóljatok. Szerintem olyan sok szöveg nem lesz benne egyébként, úgyhogy... Ezt most nekem el kéne mindet olvasni? Egyértelmű. Hello, Nevermind, így van első. Story mode. Ó, és még van benne beta feature is, hát ez... Menő. Stage creator. Ja, hogy... Oh. Na, benézünk ide. Nem mint egyébként, nem tudom, hogy minek van options. Egy videójátékban, de na mindegy. Azt mondja, hogy mind PlayStation-en. Cutscenes on retry. Kigondolta volna. Oké. Okay. Na, ennyi. Ennyi settings kéne minden videójátékban, nem csak PlayStation-on. Tehát display, tudod állítani a brightness-t. Kész. A többit mind beállítja a game, ahhoz, hogy milyen, például a PC, hogy milyen géped van. Állítsa be automatikusan, kész. És akkor nincs vita, hogy miért szaggat, akkor nem fog szaggatni. Ennyi. Na jó. Kezdjük el. Story mode. Mehet. Prológ. Oké. Okay. Egy reggel fölébredtem, és hát egy kutya voltam. Amúgy én ennek örülnék, de komolyan. Szia, Nesdék. Én ennek nagyon örülnék. Hallottam valami hangot a fejemben. Ennek már annyira nem, pedig szoktam. Jó reggelt. Már vártunk. Volna egy kis tennivaló. A sziréna nem a játékban van, hanem itt kint. Oké. A fényfele kéne az embereket irányítani. És ott jönnek az emberek. Okay.
tudok ugrani. Aha. Jó van, camera controls, zoom in, out. Bizonyos irányba tudjuk az embereket küldeni. Oké? Okay. Picit áthalkítok rajta. Oké. Okay. Tehát tartsam lenyomva a nézetet. Oké, okay, és irány... Szarvas szimulátor jön. Trophy earned. Na jó. Szuper. Mehetünk is tovább. Na, tutorial megvan. Vagy hát... Goldie Retriever. Ez a Stage 2 neve. Van a fény. Oké, ő itt Goldie. Tehát Goldie minden, amit az emberek amire az emberek vágynak, értékelnek. Igen. Felfoghatatlan mértékben. Nézzük már, hogy ez micsoda. Climbable walls. Ah, tehát lehet már falra mászni. Ah. És ez pont nem egy ilyen, amire én irányítottam őket. Jó, akkor amarra megyünk. Zsír. Ja, és akkor gondolom ez ilyen plusz achievement, vagy goal. Igen, goal-ot írja is. Stage complete. Hogy azok, akik beszorultak, hát ez jó kérdés. Na most mi van? Mondom így, az emberek jönnek végtelenül. De majd lehet, hogy később ez változni fog, és... Nem tudom.
Reward. És akkor ez lehet, hogy lesz minden pályán egy ilyen... ilyen gól, amit állokolni kell? És akkor mennyibe, hogy tudok? Azt írja, hogy a menübe tudom megnézni. Ó! De ez viszont... jó, tehát onnan jönnek föntről. Ah, ott egy goldi, ott egy másik goldi. Hát ez nem olyan vészes. Ne aggódj, hogyha meghalnak. Tehát, hogy a testük elvész, de a lelkük... Hát, oké. Jó, tehát akkor mindegy, ezek szerint, ha meghalnak. Hát jó. Oké, akkor valószínű... itt úgy kéne, hogy... itt meg erre. Mi történik? Nagyon jó. Oké. Okay. Oh shit. És hogy megyek oda-vissza? Nem tudok oda visszamenni, nem már? Nem tudok felugrani. Miért nem tudok oda felugrani? Rossz helyre tettem az irányjelzőt. De tényleg, miért nem tudok? És akkor most mit csináljak? Na, nézzük meg ezt a kérdélet, hát ha segít rajtunk. Jó, újra tudod kezdeni a pályát. Hát jó. De valahogy nem tudok... Nincs double jump, egyet tudok ugrani. Na. Zsír, és megvan a két gold is. Tudjátok, mire emlékeztet ez a játék? Régen a 90-es években volt, az volt a neve, hogy Lemmings. Az mondjuk
hát picit más, hogy nézett ki, de nagyon hasonlított ehhez eddig, amit látok, mechanikák. Ott voltak ilyen gólok is, hogy a lemingek bizonyos százalékának túl kellett élni. Tehát, hogyha elkezdtek nagyon lezuhanni, meg meghalni, meg ilyesmi, akkor az nem mondom. Meg akár, hát, szerintem arra rá is tudunk nézni, mert minthogyha lenne ilyen... picit a zenét lealakítom. Minthogyha ilyen böngészős verziója lenne is. Mászható fal, ott is mászható fal, ott egy goldi. Hű. Oda-vissza is tudnak menni? Ez hülye kérdés, megnézzük. Goldit el tudjuk innen vinni. Igen. Na, megint nem tudok felugrani. Ó, ez... Az ott eltűnik. Várjátok, hol a másik goldi? Ott beakadtak. Akkor ez retry? Vagy még amíg bemennek a... Ó, nagyon jó. Jó. Na de várjál, nem... Ott fölül a sárga csík, az... Az miért csak egy ott fölül? Retry. Nézzük meg megint. Na, erre nem beadja. Ó, jó, akkor nincs retry. Mi ez? Free kamera? Ó, oké. Felhasznált kanyarok száma. Hát nem tudom. Ja, ezek a goldi rewardok. Igen, van fast forward. Igen, meg ez a free cam. Ja, és ja, ilyen szumma, hogy hány goldit gyűjtöttünk összesen. Azért van egy pár. Oké. Okay. Jó, mindegy, akkor begyűjtöttük. Akkor megyünk tovább.
Ja, ott jelzi is a két sárga pötty. Ja, ez még mindig a prológ, csak ez már prológ 5. Lehet ugrani? Lesz ugrás benne? Van két kiárat. Hűha. Oké, itten vagyunk. Oké, adunk egy új eszközt. Oké, jump. Nagyon jó. Hogy tudok a kommandok között váltani? Ja, így jó. Oké. Okay. Meg is vagyunk szerintem. Ugye? Több goldi nem volt. Nem. Van-e neve a kutyának? Hát nem volt. Hát adjunk neki nevet. És megint csak egy sárga csík van. Fura. Gyere idebb. Crowdsurfing. Egy sokkal nagyobb ilyen oszlop, fényoszlop. És menjünk mi is. Oké. Okay. The power to dive into the people. Jó, ez csak közlekedésre van. Mi, hogy volt? Ah, 200 x-et. Ja, mert így föl tudok velük menni. Kéne egy jump, ugye? Na, mert erre kíváncsiak, hogy mi lesz. Így úsznak. Oké. Okay. És... most ez nem tudom mi volt.
Na várjátok, mert fogalmam sincs, hogy mi történik. Itt van még egy goldi, ezt föl kéne szedni. Ide is kéne egy jump. Oké. Ide is kéne egy jump. Meg kéne nézni, hogy van-e még valahol goldi. Mert... Na, hogy itt... Szerintem nem volt. Nem, nem látok mást. Jó. Hát mindegy, végül is megoldottuk. Oké. Nem mondom, hogy... Minden egyes részét értem annak, ami történik, de nem baj. Ki tudja, mennyi idő telt el. Egy ismeretlen helyen ébredtem. Emberek. Én megyek feléjük. Hallottam a hangot a fejemben. Á, végre. Itt vagy te is. Felismered őket? Őket vezetted a fény felé. Ez az a hely, ahova a fény vezeti őket. Volt egy gondolatom. Mi ez a hely? És valahogy a hang meghallott. Testing Grounds. Ez a hely neve. Ah, és valamilyen próbákat. Aha. Tehát valami próbák lesznek. Olyan próbák, amiket mi felügyelünk. Uh-huh. Tehát az emberekben nincs meg az a hát irányítás, vezénylés, amit csak mi tudunk megadni. Te fogod őket idehozni nekünk. Volt még kérdésem a hanghoz. Ki vagy te? És hogy a fejembe vagy? Igen. Erre nem csak gyógyszer van, hanem ugye egy orvosi megfogalmazás is. Na lássuk. Ő az. Ó, hát hol vannak a... Hol van a modorunk? Gondolj ránk úgy, mint a kék mag. A kék mag. Mi voltunk az elsők, akik vigyáztak rád. Oké, tehát érzd meg a... instrukcióinkat. Menjünk, ne pazaroljuk az időt. Oké, és tedd meg az első lépést, bizonyítsd be, hogy méltó vagy. Na, egy nagy szobor. Ébredés. Trials completed 0/8, Goldi collected 0/19. Jó.
Infinifactory 4 automatával keverve. Ez menő. Fú, a NieR automatát is elő kéne venni, csak... Jó. Na, hát akkor kezdjük. 9 test, 18 goldi. Keresztutak. Jó, akkor ez volt a tutoriál, és akkor most mehet a... mehet a game. Magasabbra ugranak. Ja, gondolom, ez kevés lesz. Igen. Csak beütemezem ezt a NieR automatát. Egy nagyon-nagyon jó videójáték. Csak... Volt még egy goldi. De hol? Ott egy gomb. Kipróbálok. Jó, kaptunk új. Jó, oké. Mert látjátok, mintha ott lenne valami... Tehát miért olyan csíkos az a... Gondolom, az ott lenyílik, hogyha rálép, felugrunk a izére. Mert ott a tetején van egy gomb. Látjátok? Lehet, hogy az lenyílik, csak valahogy rá kéne ugrani. Arra a gombra. Csak hogy kéne arra ráugrani?
Na, hogy volt? Azt mondja, hogy... Itt oké. Itt van egy high jump. Ide kell még egy high jump. Igen, mert azok kihozzák őt. Itt akkor ezt most kicseréljük sima jumpra. Ezek itt mit csinálnak? Whatever. Jó, akkor ez bement. Semmi baj. Jó. Akkor meg is vagyunk. És akkor bement mindkét Goldi. Na, ez szuper. Oké. Loop the loop. Ó, és akkor vannak ilyen... Szerintem is rémes a zene, igen. Long jump. Tessék. Hát, jó van. Ja, lehet, hogy ezt a long jumpot majd ide kéne rakni. Itt a gombtól aktiválódik a... Megnézzük. Lehet, hogy ezek a... amilyen szaggatottal van, az fog aktiválódni. Vissza kéne erre jönni. És akkor... Itt... Hát meglátjuk. Nézzük. Ugrani ki... De mi? De... ez így nem jó. Hű, ez egyre rosszabb. Nincsen ez a kettő, nincsen sima jam most. Hát lehet, hogy akkor másik irányba jövünk. Tehát itt eljövünk erre. Thank you.
Oké, okay. Eddig jó. Oké. Meg is van. Igen, mert ezek itt lent mentek körbe-körbe. Ott akik lent mentek, és mindig rajta volt valaki a gombon. Meg fönt a többit át tudtam irányítani. Jó, na most újra kéne kezdeni, hogy azt a másik goldit is kéne hozni. Kéne lentre egy loop. Az tuti. Az pedig úgy volt. Úgy volt. Igen, itt volt egy long jump. Igen, itt egy másik long jump. Eljöttek visszafele. Ja, mondjuk. Mindjárt meglátjuk, hogy jó-e. Körbe-körbe szépen. Na, és akkor most kéne elhozni a goldit. Ja. Jó, azt pedig úgy fogjuk, hogy simán csak ide letesszük ezeket. Ezt itt megfordítjuk. És ezt is megfordítjuk. És akkor elvileg jók is vagyunk. Oké. Szuper. A fenti csík az az, hogy mennyi kell még a következő rewardhoz. Jó.
Hát írja is ott a három karika szerintem az, hogy mennyi goldi van. Gondolom. Már is Edith Adri. Na igen, itt a három goldi. Lépjünk most egy gombra. Mondom... Aha, az, azokat hozza le. Oké. Igen, ez túl magas nekik. De minek jönnek ide föl? Na várjatok. Mert ezt akkor úgy csináljuk. Jaj, nem ez. Bocs, ez. Igen. Jó, erre is rálépnek. Oké, ez aktiválja ezt a platformot. Aha, és akkor onnan már át tudnak majd ideugrani. Be kéne aktiválni a másik platformot is. Oké. Szuper. És akkor mi is van? Hogy is van? Ha, tehát ennek a tetején van egy goldi. Csak itt fölfele. Jó, ezt nem kellett volna. Ja, de egy long jumpunk van. Akkor nem jó. Amoda kéne a long jump. Igen, tehát itt ezt most átirányítjuk erre. Nyomunk egy... na. Egy... ilyet. Nem. Nem így fogjuk. Merre kéne először menni? Mondjuk...
lehet, hogy úgy kéne, hogy itt át kéne ugrani ide jobbra. Innen. Long jump-al jobbra. Fölmegyünk, lehozzuk azt a goldit, onnan föntről egy long jump ide középre, fölülre. Tehát a legtetére, azt a goldit lehozzuk. És itt szépen lejövünk. Long jump ide balra, és ott fölmegyünk. A goldival. A terv kiváló. Igen, akkor viszont nem erről jövünk, hanem erről. Jumpot. Ja, de nem itt fogunk jönni. Fönn fogunk menni. Oké. Hanem ide rakok le egy long jumpot, mert majd innen ugrunk át balra. Majdnem megvolt. Oké. Most itt föl kéne jönnünk. De itt nem tudunk följönni. Oh shit. Na várjátok, mert ezt meg kéne tervezni, hogy jó legyen. Ne csináljuk el. Akkor kezdhetjük előről. Tehát akkor jobbról átugrunk ide. Itt a goldi van, elirányítom őket erre lefele. Igen, és akkor innen kéne elmenni balra. Ide kéne egy long jump. Jó, hát csináljuk. Nyilván nem lett jó. Egy oda veszett. Ott van lent. Hogy ezzel már nem tudok mit csinálni. Oh, shit. Még biztos, hogy meg lehet ezt is oldani egyszerűbben. Szerintem én bonyolítottam túl. Jó, mindegy, ott marad. Menjünk tovább. Tehát ez volt a reward. Hogy most már van kalap. Oké. Aranyhal. Oh. Ah, oké, tudok lebegni a vízbe. Nagyon jó. És ők mit csinálnak? Úsznak. Melyik az se rossz. Hm.
Fogalmam sincs, hogy jól amit csinálok. Még akár jó is lehet. Oké. Ide kéne egy high jump szerintem. Hát nem biztos olyan... Ó, és még ott is van fönt. Az nem tetszik, hogy nem tudok előre menni. Érdekes. A terv amúgy hibátlan volt. Megint csak. Azt hittem, hogy ott át tudnak ugrani. De akkor merre kéne menni? Lehet, hogy erre. Mert lehet, hogy ez nyitja majd ki a... Na, elirányítjuk erre őket. Úgyis újraindítjuk. Jaj, nem ez kell, nem ez. Úgyis újraindítjuk. Szóval mindegy. Csak legalább megnézzük. Hát itt meg... Itt egyszerű a helyzet. Hát igen, csak ha itt elfogynak az emberek. Az enneberek. Lehet, hogy visszairányítjuk őket erre. De ezt most leveszem. Tehát csinálunk így ilyen loopot. Tulajdonképpen. Tehát ide elhozzuk őket. Itt visszafordítjuk őket. Semmi baj. Vizen belül tudok lejelet lerakni? Nem. Oké. Itt erre. És szerintem így jók is leszünk. Na mindjárt kiderül. Ezért is kell játszani majd a Nier Automatával, annak nagyon jó a zenéje. Szerintem ilyen videójáték top 5 ever, de még lehet, hogy top 3 is. Még a top 3 is top 5, de na mindegy. Na értitek. Szerintem lerakok egy high jumpot, hogy itt a... fölvegyék a... goldit. Ja. Fura benne a felbontás?
Igen. Modolni nem fogom, de szerintem jó lesz. Jó lesz. Valóban fura egy kicsit az engine. És ott be is érnek. Jó, akkor ezt retryoljuk úgy, hogy megmaradnak a jelek. Mert szerintem így jó lesz. Azért végig kísérem, hogy biztos jó legyen, de szerintem jó lesz. Szóval, igen, valóban egy kicsit fura... Nem is tudom megmagyarázni, mi benne a fura. De igen, úgy... Tehát ez a 1440p bejátszottam, azt hiszem. De lehet, hogy 4K-val, nem emlékszem. És valóban egy kicsit olyan fura, mintha szét lenne esve. Lehet, hogy HD-ba jó. Majd megnézem, elindítom, lehet, hogy napokban letöltöm, kipróbálom. De igen, valóban olyan fura egy kicsit. De mindegy, amúgy nem is az a lényege alapvetően. Nem azt mondom, mert maga a világ az szerintem nagyon jól néz ki. Hát igen, a grafika az... Vagy hát na, nem is mondom a grafika, hanem fura tényleg az engine. Na majd meglátjátok, megnézzük akkor mindenki. Patchelték? Ó! De ilyen official patch. Tehát nincs semmi dolgom vele. Csak már eleve azt fogom letölteni. Ah, nagyon jó. Szuper, szuper. Steamen van meg persze. Azt majd még majd kitalálom, hogy egér billentyűvel vagy kontrollerrel játszunk, mert... Ó, de miért akarok... Nem, most eszembe jutott, hogy miért hagytam abba. Na mindegy. Majd meglátjuk. Lehet egér... Hát egér billentyűvel az nem... Nem, kontroller lesz. Mindig majd meglátjuk. Lehet még a Last of Us helyett azt kéne. Ó, várjatok, mert itt... Itt most... Ja, jó, oké, leteszi azt is, oké. Nem voltam benne biztos, hogy leteszi. Nem volt ott a jel. De... Oda került a platform és letette a jelet is. Az amúgy érdekes, hogy tényleg így 4 évvel a megjelenés után még dobnak hozzá egy patchet, az... Jó, hát mondjuk Square Enix, szóval... Már a kiadó, ha jól emlékszem. Jól emlékszem? Square Enixre emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Meg is van. Jó. Ja, Square Enix. Oké. Switch effects. Ó, na ez jó. Meg tudjuk nézni, hogy a... gombok mit aktiválnak. Ilyen free kamera módba. Abban még nem is voltunk. Amúgy. Oké, okay, waterfall. Jó, és itt csak a turn képességünk van. Hű.
Jaj. Bocsánat. Jó lesz ez így? Nem jó. Oké, nem baj. Elkezdjük majd előről. Hogy kéne? Fönt. Ide akarok valahogy eljutni. Tova haladt, hát most nyilván, most mit csináljak? Biztos az, hogy le fog esni. Integettem. Jönnek. Igen. Igen. Ide hogy fognak átjönni? Valahogy innen kéne, nem? Ahol most állok a kutyával, onnan lehet átmenni arra a platformra. Tehát így. És így. És aztán eljutnak a népek ide. És gondolom, utána innen lehetne menni. És itt meg már fölvesszük a másik goldit. Onnan. Itt meg már simán csak kijövünk a kijárathoz. Segít Adri, ha minden jól megy, igen, de... Ez papírmunka minden. Alapvetően. Na, csak azt nem tudom, hogy... De erre a platformra hogy hozom el az embereket? De, most már tudom. Így. Igen. Oké. Okay. Jónak tűnik. Oké.
Jó, akkor szerintem ezt kezdhetjük is újra, és így a jelekkel. Mert így akkor rendben vagyunk. Ja. Nyomunk így retryt. Nézzük, hogy tuti jó legyen. Így akkor jók is vagyunk. Így már tuti. Na, szóval mondom, tényleg ez a vízum dolog, ez ennyi, hogy csak időkérdése tényleg, mert nem hiszem, hogy ebből izé lenne meg amúgy is. Tehát megoldom úgy, hogy viszonylag fájdalommentes legyen. Meglátjuk. Tényleg annyi a kérdés, hogy mikor. Ugye nyáron aktuális, szóval valamikor június közepén elindítom a hosszabbítást, és akkor megyünk vissza az egyes csatornára. Na. Az a csávont mit csinál? Jó van. Semmi baj. Megyünk tovább. Oké. Airflow. Ventilációs ventilátorok. Oké, ott van egy fény. Rengeteg gomb. Meg kell nézni, akkor ezek a... Ezt hogy tudom? Aha. Ó, oké, tehát be tudok kapcsolni ilyen ventilátorokat. Vagy ki. Jó, ez meg itt egy platformot kapcsol be. Jó, nagyon fontos, hogy csak kanyarodásunk van. Tehát ugrani nem lehet. Ugye el kéne menni megint a két goldért. Viszonylag straightforward a dolog. Jó. Mivel csak törnünk van, ezért alapvetően nem hinném, hogy olyan bonyolult a dolog. Mondom én, és már rossz fele irányítom őket. Ilyen cikcakba. Oké.
Okay. Okay, ez bekapcsolta azt a ventit. Jó, ez be fogja kapcsolni a platformot. Na várjatok. Mert itt most... Ettől nem fog... Aha... Itt van egy szakadék. Jó... Na mindegy, ez eddig jó. A két goldért kéne elmenni, de mindjárt megoldjuk. Csak leteszem ide az útjelzőket. Szerintem erről kéne menni. Tehát innen átmegyünk a túlvégre. Ott fölvesszük az egyik goldit. De hogy vesszük fel a másikat? Mert a levegőben meg nem tudok kanyarodni. Nyilván. Ha, érdekes. Az biztosnak tűnik, hogy visszafele erre kéne jönni. Tehát valahogy így. De mondom, őt hogy vesszük föl. Jó kérdés. Ja, innen jobbról nem tudunk jönni. Tehát innen még szakadék van. De itt is szakadék van, tehát balról se tudunk, tehát erről tudunk csak jönni. De ott meg szakadék van, ami... Vagy nem látok valamit. Egy jumpunk nincs. Hogy jutunk ide? Ez a kérdésem. De nem tudok lerakni. Jaj, bocsánat. Ventilátorra nem tudok lerakni utasítást. Próbáljuk ki. Igen.
Az hogy ment át oda? Na mindegy, legalább kipróbáljuk. Jó, visszafele vissza tudunk jönni, az oké. Itt a káosz az teljesen. Tehát, hogy ha nincs fönt ez a platform, akkor át tudnak lebegni teljesen addig. De ha addig el tudnak, akkor visszafele is el tudnak. Igen, itt akkor vissza tudom őket hozni erre. Melyik az, ami kapcsol, ami... Ja, ez aktiválja be a platformot. Hát akkor itt csak annyi, hogy ide visszajönnek. Annyi... Hát igen, ki kéne kerülni a kapcsolót. Úgy lehet, hogyha kezdem elveszíteni a fonalat, tehát hogy erre jöjjenek. Igen. Ez tényleg kezd összetett lenni. Ugye itt akkor szerintem ezzel ezt a goldit fölvesszük. Ugye meg kéne nézni. Miért erre akarom őket hozni? Jó, tehát elindulnak, átjönnek erre. Igen, azt a kapcsolatot lenyomják. Eddig jó. De várjatok, mert az a kapcsoló is kell. Káosz van. Teljes a káosz. Össze-vissza megy mindenki, mint a birkák. Jó. Oké. Jó, itt fölveszik ezt a goldit. És mennek vissza.
A terv megint hibátlan volt. Mondjuk. Ó, nem jó. Itt a... Nem jó. Teljesen, teljes a káosz. Jó, hát ott a páram most eljutottak. Sőt, hát ugye most ezzel be is fejezzük a pályát. Hogy kéne azt összeszedni? Majd bekapcsoljuk a ventilátorokat. Már nem is emlékszem, hogy az utolsót hogy sikerült. Lehet, hogy itt kéne egy kanyart csinálni valahol. Ható gumilabdás friszkó reklám. Aha. Szerintem azt csináljuk, hogy itt ők elmennek arra. Ne! Ah, igen, már emlékszem. Jó. Ó, leesett. Ó, szus. Pedig már bíztam benne, hogy jó lesz. De igen, ez mondjuk elég ilyen soft hack gyanús dolog. Ja, és igen, itt meg leestük. Igen, ez így biztos nem jó. Ezt is felejtettem, hogy itt leesnek. Igen, mert ide kéne ember, aki rááll.
Meg ez nem is jó volt, mert itt kéne még egy irányjelző. Ja, mondjuk így. Így azt föl tudjuk venni. Ezek itt héten megjelentek. Hát igen, lehet, hogy az lesz, hogy így hozok ide embert, és akkor itt olyan lesz egy ilyen. Mondom, ez még mindig... Hát... Mondom, ezt kéne megoldani, hogy ez a platform fönt legyen, amikor kell. Jó. Na. Azt mondom, hogy fejezzük be ezt a pályát. És akkor vele együtt a mai streamet is befejezzük viszont. És akkor majd legközelebb megfejtjük ezt, hogy hogy kéne, hogy hogy legyen jó. Csak péntek és hétvégé, vagy hát hétköznap révén az én agykapacitásom is a végét járja. Szóval fogunk még ezzel egy kicsit mókolni majd. Ezt az airflow-t fogjuk még majd kicsit basztatni. De ma megállunk, ugyanis ahogy mondottam, nem is ezt akartam, bocsánat. Igen, ezt akartam. Tehát ahogy mondottam, az agyam már nem alkalmas arra, hogy, hogy olyan sokat, sokat produkáljak. Szorgalmi időszak utolsó napja. Hát igen. Azt én már nem nagyon tudom, hogy nektek ez, de igen, ha ez a szorgalmi időszak utolsó napja, akkor szuper, csak van egy pár vizsga, aztán le is ment a fél év. Na, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, amúgy jó a játék, nem azt mondom, hogy kiemelkedően fantasztikus, a zené az rettenetes, tehát az egyelőre inkább idegesítő, mint nem. Persze van zenéje, szóval... De nem, tehát nem az igazi. Maga a mechanikák egyébként nem egy atomfizika, de jó kis puzzle-ök, tehát mindenképp agyalós. Nekem egyébként, mondom, a Lemmingsre emlékeztet, engem a Lemmingsre emlékeztet, ahogy az emlékeimben él azt a játékot, én nagyon szerettem, úgyhogy lehet, hogy majd rá is nézek, rá is nézünk majd valamikor, csak ilyen... ilyen retro jelleggel, mint amit csináltunk ugye a Settlers meg a Indiana Jones kapcsán, lehet, hogy majd rápillantunk. Ha jól emlékszem, ilyen böngészős verzióban van, majd megpróbálom valahogy úgy, hogy jó legyen, mert az a baj az ilyen böngészős játékokkal, hogy nem mindig stream kompatibilisek, maradjunk annyiba. Tehát a millió reklám felirat, meg mit tudom én, hirtelen felugró mesztelen nők, tehát na, mindegy. A lényeg, hogy ránézek majd, és hogyha van valami streamelhető verzió, akkor azt mindenképp megnézzük. Archive.org-unk van fenn. Igen, ott van ilyen. Jó. Megnézzük, kipróbáljuk. Igen, Shadytadriel, pont erre gondoltam, hogy azok pont kellenének a csatornának egy ilyen reklám. Na mindegy, a lényeg, hogy ránézünk, meg újra bővült a lista egy újabb játékkal, úgyhogy a Nier Automatát is. Hát, mondanám, hogy végigjátsszuk, de azért a Nier Automata az egy nehéz játék, tehát... Na mindegy,
Játszunk majd vele, az biztos. De tényleg, ahogy emlékeim, Béla, az egy nehéz játék. És... de mindegy. Na, a hét további részében holnap Sör szólsz, ha minden igaz. És vasárnap pedig elkezdjük a Last of Us-t. PC-n. The Heat is on. Én itt fogok majd gőzölögni elég rendesen, mert állítólag terheli a PC-t, és amíg mellettem megy a stream is, az külön izgalmas lesz. De hát, ez ilyen. Mindegy, megnézzük. Reméljük, hogy nem lesznek technikai gondok. Én bízom benne. Ha nagyon rossz lesz, akkor majd várunk még el egy kicsit. De nem hiszem egyébként, mert szerintem jó lesz. Bukkereső ivós játék. Hát ennél a játéknál nem. Ha a PS-en játszanánk, akkor azt mondom, hogy igen. Mert... csinálj egy keget is, tegyem a gépre. Oké. Okay. Én folyékony nitrogénre gondoltam, az itt pont jó lenne a lábamnál. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kívánok nektek további kellemes estét, további kellemes hétvégét, pontosabban kellemes hétvégét. Találkozunk holnap is. Szevasztok!